Az Európai Unió az 1990-es szinthez képest legalább 40%-kal mérsékli a széndioxid kibocsátást. Úgy döntöttek, hogy 27%-ra növelik a megújuló forrásokból származó energia arányát, és ugyanennyivel javítják az energiafelhasználás hatékonyságát. Az Unió állam és kormányfői egészen hajnalig tárgyaltak Brüsszelben. Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke ezek után azt mondta, egyes tagállamok azt kérték, hogy a 2015-ös párizsi klímacsúcs után még egyszer tekintsék át a mostani megállapodást. Herman van Rompuy azonban megígérte, hogy nem hígítják majd fel a vállalásokat. Elfogadták tehát az Unió új klímastratégiáját. Így, ahogy az imént mondtam, 2030-ra a megújuló energiaforrásokból kell majd biztosítani az európai energiafelhasználás 27%-át. Az Együtt PMS Jávor Benedek szerint azonban ez nem több, mint egy jó szándékú cél. A 27%-os arány ugyanis, mint mondta, csak egy uniós átlag, a tagországokra lebontva nincs előírás. Ennek a háznak az energiafelhasználása már biztosan jobb lesz, ha elkészül a szigetelés és kicserélik az ablakokat. Ezeknél a házaknál azonban már nem csak a szigetelés korszerű, hanem a napelemrendszer is. Az országnak most jól jön minden olyan fejlesztés, ami a megújuló energiafelhasználást segíti. A tegnapi uniós csúcson ugyanis elfogadták az új klímastratégiát, ami egyebek mellett azt célozza meg, hogy 2030-ra az energiafelhasználás 27%-a megújuló forrásokból származzon. A károsanyag kibocsátás pedig 40%-kal csökkenjen az 1990-es szinthez képest. Az atomenergia jövőben is fejleszthető. Tehát egy technológia semleges módon kell elérnünk, illetve lehet elérnünk a kibocsátás csökkentését, és miután az atomenergia nem eredményez CO2 kibocsátást, ezért ha a terveinket megvalósítjuk, azzal önmagában is elértük az itt vállalt célt. A 27% azért nem jelenthet akkora terhet az országnak, mert ez egy európai átlagcél. A visegrádi országok is, Nagy-Britannia ugyanis elérte, hogy az egyes tagállamoknak az EU ne írjon elő kötelező teljesítést. Nem több egy jó szándékú kívánságnál. Jávor Benedek szerint az általános 27% nem kielégítő cél. A politikus komoly veszélyt lát abban, hogy az arányt nem bontották le a tagállamok szintjére. Jávor szerint emiatt könnyen ketté szakadhat Európa. A közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország továbbra is a fosszilis, illetve a nukleáris energiára fog alapozni, miközben az előrejelzések azt vetítik előre, hogy ekkor a már olcsóbbá váló megújuló energiaforrások jelentős versenyelőnyt fognak nyújtani. Magyarországon egyébként az energiafelhasználás csupán 9%-a származik megújuló forrásokból. A 9%-nak is csupán töredéke a szélből, a napból vagy a földhőből származó energia. A legtöbb megújuló energiát a fát felhasználó biotüzelésű erőművek adják. Vagyis hazánkban az is korszerűen fűt, aki fát használ. Tartani akarjuk ezt a célt, akkor bizony fel kell pörgetni elég sok területet, beleértve a szélerőműveket, akik ezzel foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy nagyjából 2 éve senki nem kap engedélyt szélerőmű telepítésére, mindenféle indoklás nélkül. A geotermikus erőművek esetén most tartunk ott, hogy az első ilyen jellegű koncesszió kiírása került. Az energetikai szakember szerint Magyarország most komoly kihívások előtt áll. Holoda Attila azt is mondta, hogy a tabunak számító vízi erőművek hasznosítását is újra kellene gondolni.